Fórián Szabó Gergely alpolgármester múlt heti megkeresésünkre tájékoztatást adott az Esztergom budapesti Főegyházmegye városunkban épülő új óvodájának aktuális helyzetéről. Reményét fejezte ki az iránt, hogy idén tavasszal bevezetik az áramot a területre. A vasútsori óvodának az építési munkálatai jól haladnak. Az a célunk, hogy ha időben be tudják fejezni, nagyjából határidőre elkészül az építkezés, akkor az óvodát a város szeretné, hogyha a katolikus egyház mielőbb meg tudná nyitni. Ez a projekt jelenleg az Esztergom budapesti főegyházmegyéhez tartozik, tehát ők azok, akik magát a beruházást vezénylik, az önkormányzattal szoros együttműködésben. Azt láttuk, hogy a legszűkebb keresztmetszet az a közművek bevezetése, ez sajnos Magyarországon máshol is probléma. Jelen esetben az EON egy nagyon távoli határidőt szeretett volna vállalni. Ott már közel 2 éve zajlik a hálózatbővítésnek részben az engedélyeztetése, terveztetése, és nagyon lassan haladtak a folyamatok. Határidő módosítást kért az EON, most már második alkalommal, eredetileg egyébként tavaly novemberben lett volna áram a területen. Jelen állás szerint úgy néz ki, hogy idén tavasszal végre bevezethetik az áramot. Az építkezés során felmerülő problémák gyökerei az EON részéről feltorlódott feladatokban és az eszközök beszerzések körül mutatkoztak. De dr. Göbül Rihárd polgármester és az építtető Esztergom budapesti főegyházmegye egyik vezetője sikeres közbenjárásának köszönhetően felgyorsultak az események, emelte ki Fórián Szabó Gergely. Támogatóként csatlakozott a térségünk országgyűlési képviselője, dr. Vitányos Eszter is, illetve Soltész Miklós államtitkár úr is. Ez a levél most már körülbelül 1 hónapja elment az EON vezérigazgatójának. A levél elküldését követően hamarosan megkezdődtek az építési munkálatok, egy kicsit felgyorsultak az események, aminek nagyon örültünk. A kivitelező március 2-án már munkához is látott, és hogyha most kimegyünk ott a vasútsor Ady Endre utca környékére, akkor ott látjuk is, hogy zajlanak a kábelfektetési munkák. Reméljük, hogy néhány héten belül végeznek, és ha minden jól megy, akkor áprilisra áram is lesz a területen. A közművek bevezetését követően a város vállalta az épület körüli járda és az út felújítását, tette hozzá az alpolgármester. Az önkormányzat feladata, hogy az óvodának a külső területét, tehát a közterületi részeit rendezze, ebbe ugye a járda és az út építési munkálatok tartoznak bele. Ezt vállaltuk az együttműködési megállapodásban is. A kivitelezőt már kiválasztottuk, a közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott. A kivitelező jelenleg arra vár, hogy a munkaterület számára biztosított legyen. Itt össze kell hangolnunk a munkákat, mind magával a beruházó építkezővel, akik az épületet építik, jelen esetben ugye a közmű bevezetésekkel, és ezekkel összehangolva tudjuk indítani majd az építési munkákat. Az a cél, hogy ezek is a nyárra mind befejeződjenek. Közeledik az óvodai beiratkozás időpontja. Az alpolgármester bízik abban, hogy április végére megnyugtató választ adhatnak majd azoknak a szülőknek, akik szeptembertől az új intézménybe szeretnék járatni gyermeküket. Az a célunk, hogy ebben egy világos döntés szülessen, hogy az óvodát nem az önkormányzat, hanem az Esztergom budapesti főegyházmegye fogja fenntartani. Egyébként az egész város területéről jelentkezhetnek majd ide a gyerekek, családok, tehát nem lesz külön körzete az óvodának, ilyen szempontból elég rugalmas lesz a jelentkezés. Az a cél, hogy az április végi beiratkozás előtt már néhány héttel biztosat tudjunk mondani a szülők számára. Ennek érdekében az önkormányzat szervezett is jövő hétre egy egyeztetést ide Budakalászra, ahol minden érintett féllel át fogjuk tekinteni a helyzetet. Úgy tűnik, hogy az építési munkák oldaláról most pozitív hírek érkeznek, tehát minden bizalmunk megvan abban, hogy az óvoda el fog tudni készülni határidőre. Ugyanakkor vannak olyan kockázatok, tehát például az áramon kívül a víz és csatorna hálózat bővítése kapcsán, illetve később majd az engedélyek megszerzése kapcsán, melyeket ugye nem az önkormányzat fog intézni, de mind a használatba vételhez, mind a működéshez meg kell majd szerezni az óvodának az engedélyeket. Az a cél, hogy mire a beiratkozást meghirdetjük, mire megkezdődik a beiratkozás, addigra a szülők már egy közelbiztos helyzettel tudjanak szembesülni.
Ez az egyeztetés hétfőn, azaz tegnap megtörtént, tudtuk meg Péterfi Gábor kabinetvezetőtől. A háromoldalú megbeszélésen részt vettek az Esztergom Budapest Főegyházmegye intézmény fenntartójának, valamint Budakalászmáros önkormányzatának képviselői, és a kivitelező cég is reprezentáltatta magát. Mivel az áprilisi beiratkozás nagyon közeli, mindhárom érintett fél, fontosnak tartotta, hogy mielőbb megnyugtató választ adjanak a leendő óvodások szüleinek a szeptemberi kezdést illetően. Amennyiben el kell halasztani a nyitást a működési engedély kiadása körüli fennakadások miatt, fontosnak tartják egy átmeneti megoldás felkínálását. Ebben az esetben a néhány hónapos technikai csúszásból adódóan átmenetileg egy másik létesítményben helyeznék el a leendő vasútsori óvodás gyerekeket, tette hozzá a kabinetvezető. Az önkormányzat mindenképpen a saját felületein közzé fogja tenni a szükséges információkat, és az óvoda vezetőket, illetve majd az óvodába jelentkező szülőket is tájékoztatni fogjuk arról, hogy milyen lehetőségek lesznek azok számára, akik idén szeptemberbe küldik majd óviba a gyerekeiket. Az alpolgármester kérdésünkre elmondta, a leendő pedagógusok és az óvoda operatív működésében résztvevő munkatársak kiléte felől, majd a fenntartó Esztergom Budapest főegyházmegye képviselői fognak dönteni. Ez viszont csak akkor válik aktuálissá, ha bizonyos lesz az intézmény átadásának időpontja.